A korábbi évekkel ellentétben idén augusztusban is nyitva tart a Gyulai Könyvtár. Mindennek egyszerű oka van. A járvány miatti kényszerű zárvatartás idején elvégezték azokat a munkákat, melyeket egyébként augusztusban szoktak. Karbantartás, takarítás tehát most nem zajlik a bibliotéka falai között. Dézsi János igazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a járvány miatt eddig nem kellett fizetniük azoknak, akik nem vitték vissza a kikölcsönzött műveket, most már viszont lassan lejár az engedékenység ideje. Mi is úgy döntöttünk, pontosan azért, mert nem volt teljesen egyértelmű, hogy a, a februárban, márciusban kikorcsolózott könyvek, amiket nem sikerült visszajuttatni esetleg a könyvtárba, vagy azok milyen díszabás alá Itt szeretnék mindenkit megnyugtatni. Késedelmi díjat nem kell fizetni egészen augusztus 31-ig. Viszont kérünk is mindenkit, akinek hosszabb ideje. Vannak kölcsönzései, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és akkor büntetlenül hozza vissza ezeket, hiszen szeptemberettől menthetetlenül be fogjuk hajtani a késedelmi díjakat. Azt még nem lehet tudni, hogy járványügyi szempontból mit hoznak a következő hetek, hónapok. Az igazgató szavaiból viszont az derült ki, hogy már készülnek az őszi programokra, vagyis a háttérben intenzív munka zajlik, mert több eseményt is szeretnének tető aláhozni mindenképpen sort kerítenénk majd már ö, szeptember 17 és 20 környékén, 20 a környékén az ünnepi könyvhétre. Országosan ebben az időpontban van meghirdetve az ünnepi könyvhét, ami ugye eredetileg júniusban lett volna, de áttették az időpontját őszre. Simonyi Imre születésnapja szeptember 14-e, erre is készülünk, majd hiszen 100 éves születési évfordulóját ünnepeljük. Itt diákoknak mindenképpen szeretnénk programot szervezni, de városi szinten is azért szeretnénk felhívni a figyelmet. Lehet, hogy utcai flashmobokkal, vagy pedig olyan programokkal, amit tényleg felhív rá a figyelmet, hogy városunknak volt egy József Attila díjas költője. A legközelebbi program nyári Krisztiánhoz ködődik, akinek legújabb művét a Dürer nyomdában készítik. Ezen apropóban látogat a könyvtárba, ahol a közönség is találkozhat vele. Az érdeklődők az őszi programok során találkozhatnak többek között Kisottóval is.